Köszöntöm nézőinket, önök a Bonyhádi Naplót látják, Lipták Péter vagyok. Bár szigorításokat vezetnek be az idősellátás területén, a koronavírus járvány előretörése miatt, mindezek nem érintik jelentősen a Bonyhádi Gondozási Központ mindennapi tevékenységét. A fokozott biztonsági előírásokat eddig is életben tartotta az intézmény, mondta Sebestyén Orsolya intézményvezető. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. A Bonyhádi Gondozási Központ nappali klubjában jókedvűen telnek az órák. A központ számos szépkorú ember ellátásáról gondoskodik, nem csak a bentlakásos idősek napi szintű ellátását biztosítják, hanem azoknak a gondozását is, akik az otthonukban szorulnak segítségre. A koronavírus járvány negyedik hulláma azonban újra megszorítások elé állítja a szociális intézményeket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata értelmében azokban az idős otthonokban, ahol nem történt meg a háromszori oltakozás, kijárási, illetve látogatási tilalmat rendeltek el. Nálunk maradnak a fokozott szabályok betartása melletti látogatási lehetőség, ami azt jelenti, hogy 15 percet azért azt meghaladóan ne tartózkodjanak bent a hozzátartozójuknál, illetőleg a higiéniai szabályok megfelelő figyelembevételével beléphetnek az intézménybe. Hasonló elvek szerint működik a nappali ellátás rendje, illetőleg a házi segítségnyújtás rendje is, miszerint tehát az intézményünk továbbra is nyitva tart, jöhetnek az idősek a nappali ellátásba, a gondozónők támogatják továbbra is az időseiket az otthonukban, a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett, tehát itt is fertőtlenítés, maszkviselés használata kötelező, illetőleg a mindennapi hőmérsékletmérés. November 12-én ünnepeljük a szociális munkanapját. A jeles nap jó alkalmat szolgáltat arra, hogy felhívja a figyelmet azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Ezt a napot Bonyhád városa és a gondozási központ egy nagyszabású rendezvény keretein belül ünnepli meg. A hivatalban mindenki névre szóló meghívót kapott erre a rendezvényre, ahol elsőként kerül kihirdetésre Molnár Józsefné által elnevezett díj, és egy nagyon szép ünnepélyes keretek között megrendezett rendezvény vár bennünket. A fenntartóval közösen megbeszéltük, hogy nagyon jó lenne egy ilyen szociális díj, hiszen nagyon sokat teszünk a városért, és ez egy nagyon-nagyon jó visszacsatolás a szakmánknak, ahol elismerik a munkánkat. Egy olyan név merült föl, akiről elnevezték ezt a díjat, aki nagyon nagy becsben van az intézményünkben, hiszen Molnár Józsefné Erzsi néni hosszú évekig az idősek otthona vezetője volt. Ezáltal nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a fenntartónk elfogadta a mi javaslatunkra az ő általa történő elnevezést. És nagyon jó érzés mindannyiunk számára, a 60 fő dolgozónk számára, hogy ilyennek részesei lehetünk. A díjat a szociális munka napján egy ünnepség keretein belül adják majd át. Ismét ünnepi csomagot kapnak az idősek. Az előző évekhez hasonlóan az idei esztendőben is támogatja 80 év feletti lakosokat Bonyhád város önkormányzata. Filcinger Ágnes jegyző elmondása szerint tavaly 650 szépkorú karácsonyát tehették szebbé. Több évtizedes hagyományokhoz híven idén is kapnak karácsonyi csomagot a 80 év feletti lakosok Bonyhádon, mondta el Filcinger Ágnes jegyző. Bonyhád város önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló rendelete tartalmazza az időskorúak támogatását, amely szerint a 80. életévüket betöltöttek, részesülnek karácsony előtt általában egy egyszeri természetbeni juttatásban, egy élelmiszercsomagban. A tavalyi évben mintegy 650 személy részesült ebben a támogatásban. Nagyon várják az idősek, nagyon kedvelik, hiszen egy személyes jelenléttel kerül átadásra, és nagyon várják az átadót, magát is, aki általában a képviselőtestet valamely tagja. Azonban az időseknek, ahhoz, hogy támogatást kapjanak, bizonyos feltételeknek meg kell felelniük. Azok részesülhetnek ebben a támogatásban, akik bejelentett lakóhelyen rendelkeznek Bonyhádon, életvitelszerűen itt is élnek, itt tartózkodnak. Továbbá van egy lényegtelennek tűnő, ám de fontos körülmény, hogy a személyi adat és lakcím nyilvántartásban, aki nem tiltotta le az adatát, őt tudjuk erre a
listára felvenni. Aki rendelkezett azonban arról, hogy a személyi adatai kezeléséhez nem járul hozzá, ők erről a listáról sajnos lemaradnak. Úgyhogy aki részesülni szeretne ebben a támogatási formában, az megteheti azt, hogy befárad ide az önkormányzati hivatalba, és anyakönyvvezető kollégáink segítenek abban, hogy ez a bizonyos rendelkezés esetleg megváltoztatásra kerüljön. A jegyző szerint fontos momentum a személyi adat és lakcím nyilvántartásban kezelt információkkal kapcsolatban, hogy hogyan is rendelkeznek mindezekről a lakosok. Némileg talán ezzel a dologgal összefügg az, hogy a következő évben, 2022-ben országgyűlési képviselőválasztás lesz, és probléma származott abból 4 évvel ezelőtt is, 2018-ban, hogy akik nemzetiségi választópolgárként kérték a nyilvántartásba vételt, és kiterjesztették egyúttal ezt a nyilvántartásba vételt az országgyűlési képviselő választásra is, ők sajnos pártlistára nem tudtak ezúttal szavazni, hanem csak a nemzetiségi jelöltre. Akinek problémája volt ebből 4 évvel ezelőtt, ott felhívom a figyelmet arra, hogy még meg lehet azt tenni, hogy befáradnak ide az önkormányzati hivatalba, és az anyakönyvvezető kollégák segítenek abban, hogy ez rendezésre kerüljön. Feltűzték a szalagot a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium végzőseire. Az iskolában idén 148 diák zárja középfokú tanulmányait. Tanárok és diákok kellő izgalommal várták életük és az iskola életének egyik fontos állomásának elérkeztét. A búcsúzásra készülő végzősök műsorai színesítették a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szalagtűzőjét. Az elmúlt év történései után az iskola vezetés úgy döntött, nem kockáztatja meg, hogy az idei negyedikesek ne élhessék meg azt a felölmelő érzést, hogy szüleik és barátaik jelenlétében kapják meg a búcsúzás kezdetét jelző szalagocskát. Andorka Gábor igazgató azt mondta, ez tanárnak és diáknak is egyaránt felemelő pillanat. Az iskolának az egy olyan hagyománya, amihez nagyon szeretünk ragaszkodni, és hát nagyon szeretik a végzősök is, és hát természetesen mi is. Ugye a tavalyi év egy speciális év volt, az udvaron külön osztályonként tudtuk megrendezni ezt, nem volt alkalmunk így egy légtérbe. Ez külön nagyon nagy öröm most számunkra, hogy ezt most megtehetjük. 12. évfolyam jelen pillanatban Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 148-an fognak végezni. Minden évben valami újítást vezetnek be az iskolában az előző évhez képest. Most a szokott helyszín az atlétikai centrum felújítása miatt a városi sportcsarnok adottságait használták ki. Nyilván vannak olyan bevett dolgok, amit itt az évek, évtizedek alatt kialakultak, és az intézmény hagyományának tekinti, de igyekszünk azért nem belefásulni, és mindig egy kicsit újítani is. A búcsú a gyerekek, a pedagógusok és legfőképp az osztályfőnökök számára is nehéz pillanatokat eredményez. Nagyon nehezek, főleg rangidősként mindenféle szempontból, azért, mert hát én most már az idősebb generációhoz tartozom, illetve abból a szempontból is, hogy én egy 6 osztályos osztályt vittem most végig ismét, tehát 6 év együttműködés, együtt dolgozás eredményeként jutottunk el ide a finishbe. Amikor megkapják a szalagot, ami azt jelzi, hogy lassan befejezik a középiskolai tanulmányaikat. Nagyon nagy volt az izgalom, tegnap volt a főpróbánk, és hát minden többször el kellett próbálnunk az új helyszín miatt is, meg hát természetesen, hiszen mindenki életében, mármint a diákok életében ez egyszer adódik, és nagyon szeretnének felkészülni rá, hogy ez a nap tényleg valóban róluk szóljon. Hát ez egy nagy élmény mindenképpen látni azt, hogy a 3, 4, 5, 6 év eltöltött munkája, hogy érik be, és kezdik viselni büszkén azt a szallagot, ami az összetartozásunkat is elképezi. Nyilván eszembe jut az én szallagtűzöm is, és azért hát ez egy kifejezetten jó érzés, hogy látni azt, hogy megtapasztalni, megérezni azt a dolgot, hogy egy közösséghez tartozok, egy közösséghez tartozunk. Thank you.
45 éves szolgálatáért kapott elismerést Mucska László, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja. A következő percekben az elmúlt évtizedek küzdelmeire és szépségeire emlékszik vissza az önkéntes lánglovag. Mucska László 1976 tavaszán döntött úgy, hogy csatlakozik a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez. Elmondása szerint 13 éves korában egy istálló tűz oltásának volt a szemtanúja, ami akkora hatással volt rá, hogy eldöntötte, egyszer szeretne a lánglovagok közé tartozni. Jöttek a tűzoltók, az emberek összeszaladtak, ugye hát egy nagy dolog volt, és szexuálisan jött a tűzoltóság, elég sok idő eltelt, és ugye először a polgárok kezdték oltani, és ott próbáltam én is segítkezni, de elzavartak, ugye, mert gyerek voltam, és akkor még nem engedték, és akkor úgy döntöttem, hogy ha úgymond nagy leszek, vagy felnőtt leszek, akkor én is csatlakozom az egyesülethez itt Bonyhádon. És 76-ban hallottam, hogy van tagfelvétel, jelentkeztem a Bányai Geri bácsinál, és fölvettek. Az első időszak, tehát 90-ig úgymond, hogy mondjam, a kíváncsiság, a szeretet, tehát hogy működik egy ilyen szervezet. Meg hát a baj van valóban segíteni az embereken, de 90-ig ugye nagyon nem is vonultunk, de nagyon ritkán, mert nem volt olyan technika, meg felszerelés, mint most, és 1990-től fejlődött jobban az egyesület. Pályázatok útján, védőfelszerelések, autók, ugye 89-ben Németországba kaptuk az első Opel Blitzet, és akkor így kezdődött jobban a fejlődés, a vonulás, a beavatkozások gyakorisága. Mindenki teszi a polgári életbe a dolgát, ugye, és most már oda fejlődött a technika, hogy a mobiltelefonra jönnek a hívások, vagy a riasztások, és akkor úgymond 10 percre, riasztástól számított 10 percen belül kell elhagyni a laktanyát. De jó, hát összetartó, nyilván itt egymásra vagyunk utalva, tehát itt nem lehet egyénieskedni, meg én így gondoltam, meg úgy gondoltam, igenis, amit a tűzoltásvezető parancsnok kioszt, azokat a feladatokat kell végrehajtani. Én úgy gondolom, a mai világban is ugyanolyan fontos ez a szerep, mint annak idején volt 90 előtt, vagy úgymond a másik rendszerben, tehát nem változott. Mindennek már 45 éve. Mucska László több mint 4 évtizedes szolgálatát pedig a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség díjazta nemrég. Megmondom őszintén, meglepődtem. Tehát váratlanul ért, megkérdezte a Gergelics Pisti, ugye, mert a megyei szövetség elnöke, és ő mondta, hogy fogok majd kapni egy levelet. És jó, és akkor vártam, és valóban megjött, és akkor ugye kellett jelentkezni, hogy el tudok-e menni az átadásra, vagy nem, de mondom, persze, hogy elmegyek, mert azért az ember minden nap nem kerül oda föl. Meg hát egy elismerés vagy. Igen, mert örültem neki. Úgy gondolom, amíg az erőm, egészségem bírja, és az egyesület igényt tart rám nyilván, hát most már nem vagyok olyan aktív, mint voltam, ugye, mert azért 60 év felett már nem olyan gyors az ember, meg fiatalok vannak, de hát a háttérmunkákban vagy a bármiben segítséget kérnek, nyilván, hogy teszem a dolgomat. Az önkéntes tűzoltó azt mondja, nagy fokú szolidaritás kell ahhoz, hogy valaki az egyesület tagja lehessen. Az, ha valaki segíteni akar önzetlenül másokon, és feltétel nélkül, tehát itt nem az anyagiakra gondolok, tényleg valóban ez a szabadidőből megy éjjel-nappal, tehát ez csak azt tudja csinálni, én azt mondom, szívvel, lélekkel kell, mert különben nem érdemes, tehát ez csak így lehet. Vadász Judit világbajnoki, még Szabó Bernadett Európa-bajnoki címet szerzett nemrégiben kettlebell sportágban. Ennek okán Filóné Ferenc Ibolya polgármester fogadta a Bonyhádi kiemelkedő helyezést elért sportolókat. Számos kiváló sportolóval büszkélkedhet Bonyhád városa. Közéjük tartozik Szabó Bernadett és edzője Vadász Judit is, akik kettlebell sportágban értek el világ, illetve Európa-bajnoki címet. Kiemelkedő teljesítményüket és kemény munkájukat az önkormányzat is elismerte. Filóné Ferenc Ibolya polgármester vendégül látta a versenyzőket. Jó, nagyon szépen szívből gratulálok neked. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Neked is köszönöm. Nem viccelj, használjuk a egészséget. Vadász Judit 2015-ben ismerkedett meg a kettlebellel, azóta rendszeresen jár versenyekre. Elmondása szerint az első és második helynél rosszabb eredményt nem szokott elérni. 2019-ben szintén Európa-bajnok voltam, de akkor Ukrajnában, és most pedig Svédországban. Nagyon szeretem, és most novemberben megyünk Franciaországba, ha minden okés lesz, akkor Franciaországba szintén egy világbajnokságra megyünk. Majdnem 300-an voltak Svédországban.
nagyon sok svéd volt, ukrán is volt, finnek is voltak, tehát mind nagyon erősek. Amiben én indulok, az fél maraton, tehát 30 percen keresztül kell zsörkölni, tehát lökni. 12 kilóval, mert itt vannak korhatárok is. És ezért. Hát és én már mégis veterán kettőbe vagyok, tehát így nekem 12, de most világbajnokságon 14 kilóval fogok indulni. Egy ilyen lelki feltöltődés, ha szomorú vagyok, ha bánatos vagyok, vagy boldog vagyok, tehát nekem egy ilyen feltöltődés teljesen, tehát lelki, testi megnyugvás. Szó szerint. Vannak kihívások, tehát nekem is van úgy, hogy azt mondom, hogy most leteszem, és hogy minek kellett nekem ide jönni, és minek kellett nekem ezt végigcsinálni, de utána mi az, hogy? Ezt meg kell csinálnom, és kész, és akkor csinálom, és akkor a cél, hogy meglegyen. És akkor most, amikor volt az Európa-bajnokság, akkor rá két napra, vagy három napra, akkor jött egy oklevél, hogy világcsúcsot döntöttem 12 kilóban, mert 569-et nyomtam. Ezt még 200 fölé föl szeretném vinni, és akkor utána egy 20 kilóval szeretnénk dolgozni. Szabó Bernadett két évvel ezelőtt ragadta meg az orosz súlyzót, nemrég második helyezést ért el szakításban. Az International Union of Kettlebell Lifting világbajnokságon Budapesten. 32 országból volt 470 versenyző, tehát amikor mentünk, csütörtökön kellett felmenjünk mérlegelni, hát akkor úgy néztem, hogy USA, Kanada, tehát oroszok, nagyon sok országból, rengeteg országból jöttek fiúk, lányok. Egyaránt vegyesen, és korosztályban is vegyesen, tehát voltak nagyon fiatalok, voltak idősek is, és tehát tényleg nagyon vegyes volt a korosztály. Nagyon színvonalas verseny volt, de itt szigorúság van. Tehát kell még fejlődnöm technikában is, de hát ez sok gyakorlás. Nem gondoltam, nagyon keményen dolgoztunk, Vadász Üdítő az edzőm, ő készített fel. Ezen kívül azért kaptam, hál' Istennek, segítséget még két fiútól, László Szilárdtól és Lamuli Rolandtól is, de igazából tehát a Judit nagyon kőkeményen edzett, tehát olyan szinten, hogy tehát azért voltak ilyen izomfájdalmaink, tehát nagyon, tehát a futástól kezdve a szabadtestsúlyos gyakorlatig és plusz a súlyzós edzés. Nem gondoltam, mert amikor bementünk mérlegelni, és így körülnéztem, akkor mondtam, hogy úristen, hát mit keresek én itt? Egy kis lány, tudod, hogy, és nem is, ugye én két éve gírjázok, és a Judittal öt éve edzem. És nem gondoltam volna, de viszont nagyon szeretem ezt a sportot. Szeretnék még szakítani, ezzel a súllyal szeretnék egyszer egy nagyobb ismétlésszámot elérni, és a Juditta jövő hónapban kezdünk 20 kilóval szeretnék dolgozni, és akkor ott megállok, tehát ugye 20-assal. Hát ez egy év, mire az ember az úgy szépen fejlődik rá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!